Becsésen a hadifogoly, Misel, most már egy visszatérő, úgy is mondhatom, egy hagyományos alkalom arra, hogy emlékezzenek. De valójában összesen hány vecsésit érintett a hadifogság? Hát ez egy fogós kérdés. Erről sehol soha nyilvántartás nem készült. Mi utcáról utcára próbáltuk összegyűjteni, hogy kiket hurcoltak el, és kik voltak katonafoglyok. A bevonuló orosz csapatok azok több mint 200 civilt hurcoltak el a hadifogságba. Egészen fiatal fiúkat, lányokat, a munkaképes lakosság nagy részét elvitték. A legelső hadifogoly Mise, az 22 éve ezelőtt volt, és Misi bácsi itt a felvétel előtt elmondta, hogy akkor tömeg volt itt a templomban. Most körülbelül hány emberre számítanak? Hát igen, a legelsőnél olyan sokan voltak, hogy a székeket a szomszédházakból hoztuk, hogy megfáradt öregek le tudjanak ülni legalább a templom előtt. Hát hatan talán lesznek még. Van, én 11-12 főt tudok, aki még él a hadifoglyok közül. Ők elhurcoltak, szinte kivétel nélkül, tehát katonafoglyokat nem tudok. De abból már van kettő, aki évek óta nem a lakást, az ágyat sem tudja elhagyni. És van olyan, aki még nem jött el, ezt megértjük, tehát nem vagyunk tolakodóak. Két évvel ezelőtt négyen voltak, tavaly hatan, a tavalyi hat főből, hát lehet, hogy eljönnek. Évközben is haltak meg hadifoglyok. Hát a szám az nagyon összemegy. De én úgy gondolom, hogy ezt a tradíciót, ami most 22. alkalommal kerül megrendezésre, ez lassan nekünk fontosabb, mint nekik. Tehát ez a megbocsátani, de el nem feledni, hisz ha erről elfeledkezünk, akkor egy kicsit magunkat tagadjuk meg. Tehát ők a mi sorsunk, tehát nekünk erre emlékezni kell.